Előzetes letartóztatásba helyeztek két gyanúsítottat Koszovóban, akiknek közük lehetett a múlt hétvégi lövöldözéshez a szerb határhoz közeli Kolostornál. Egy harmadik gyanúsítottat már korábban őrizetbe vettek. A koszovói belügyminisztérium drónfelvételeket tett közzé a Bányszka kolostor ostromáról. A pristinai kormány azt állítja, hogy a koszovói szerbek nagy részét képviselő Srpska List párt elnök helyettese vezette a hétvégi támadást. Milan Radočić állítólag szoros kapcsolatban áll a szerb elnökkel. Közben az észak-koszovói szerbek gyertyát gyújtottak a koszovói rendőrséggel való összecsapásokban meghalt fegyveresek emlékére. Egy koszovói rendőr is életét vesztette vasárnap, még a tűzharc előtti támadásban. Ez volt eddig az egyik legsúlyosabb eset a Koszovó és Szerbia közötti konfliktusban.